Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Sportvéd című műsorunkat látják. Állandó nézőink már megszokhatták, hogy a jól ismert sportolók, sportvezetők mellett igyekszünk olyan tehetségeket is bemutatni, melyek a sport olyan ágát űzik, amelyek nincsenek annyira szem előtt. Abban biztos vagyok, hogy ha azt mondom, hogy Flatland, akkor sokan kérdően néznének rám, és abban még biztosabb vagyok, hogyha azt mondom, hogy ebben a sportágban, már mint a Flatlandben, Pécs városa világkupa győztest adott a világnak, akkor azt biztos, hogy nem nagyon tudták eddig a pillanatig, ugyanis a mai vendégem Sarlós Péter, Flatland világkupa győztes. Szia, Peti! Köszöntöm a kedves nézőket! Na, akkor szerintem rakjuk most gyorsan helyre a kedves nézőket, hogy miről is beszélgetünk mi itt most a következő 20-25 percben, mi is ez a Flatland? A Flatlandet azt én le is fordítanám magyarra. Ez a szabad stílusú BMX kerékpározásnak az az ága, amikor különféle trükköket, mutatványokat egy sima pályán, leggyakrabban egy aszfaltos pályán mutatunk be. Mennyire újszerű dolog ez egyébként, akár a világon, akár Magyarországon? A szabad stílusú BMX-ezés az a 70-es, 80-as években kezdett világszerte ismerté válni, és a 80-as évek végén vált külön ágakra, váltak külön azok a sportolók, akik inkább az ugrásokat kedvelték, és azok a sportolók, akik inkább a talajon bemutatott trükköket. Érdekesség a sporttal kapcsolatban, hogy 1992-ben a sport történetének egyik első rangos világbajnokságát rendezték Magyarországon, Csillebércen, és a hazai BMX-ezésnek, a hazai szabad stílusú BMX-ezésnek ez hatalmas löketet adott annó. Azért gondolom nem ekkor csatlakoztál a BMX-ezéshez, úgy körülbelül mikor kezdődött az életedben ez a szerelem? Hát ez tulajdonképpen mindig is megvolt a BMX iránt. Így nemrég vásároltam meg első mountain bike-omat, tehát az nekem gyerekkoromban sosem volt. Így 12 éves lehettem, amikor elkezdett komolyan érdekelni. És a többi sport mellett, amit addig csináltam, úgy a legfontosabb lenni a Flatland. És hát azóta gyakorlatilag folyamatosan ez volt olyan 2000-2001 táján. Mindjárt ezzel a céllal is vásároltad meg életed első BMX-ét, hogy te flatlandezni akarsz, vagy csak úgy, hogy legyen egy bringád, amivel mit tudom én közlekedsz a kisbolt és az otthon között? Hát ez azért nem ilyen egyszerű. Először a bátyámmal bütyköltünk otthon mindenféle BMX-eket, így nagyon tetszett, hogy a tengely végén van egy rúd, amire rá lehet lépni. Aztán engem elkezdett annyira komolyan érdekelni, hogy tönkretettem az összes ilyen BMX-et, hogy ilyen szétestek alattam, és akkor kaptam szüleimtől egy igazán komoly biciklit, ami annak idején nagyon jónak számított, és azt hiszem, hogy onnantól így a ráfordított idő mennyisége is még jobban megnövekedett. Elmészted, mi volt az első trükk, amit így elsajátítottál, és ez mennyi időt vett igénybe, illetve hogy hány sebet szedtél össze a testeden ez idő alatt? Hát emlékszem, az első trükk az szerencsére így könnyű és viszonylag fájdalommentes volt. Így azt kell tudni ezekről a BMX biciklikről, hogy a kormányukat akárhányszor körbe lehet forgatni. És az első trükk, amit megtanultam, az, hogy a kormányt hogyan kell menet közben megpörgetni. És hát így egy délutánt vett igénybe, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon olcsó trükk volt, úgymond így időbefektetés szempontjából. Igen, mert egy másik műsor kapcsán, és jóval korábban én próbálkoztam már ugye veled ezzel a sportággal, legalábbis elsajátítani, hát ott néhány óra állt rendelkezésünkre, hát és őszintén megmondom, férfiasan nem nagyon ment. De úgy mégis mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa magáról, hogy ő már egy flatlandes, vagy legalábbis jó úton halad, hogy az legyen? Hát azt mondanám, hogy hónapok, évek. Az első komolyabb trükk, amit megtanultam, az 2 hónapot vett igénybe, amíg elsajátítottam. Ez sokan egyébként ezt a trükköt könnyebben megtanulják, mint én annó. Nekem ez a kezdet, ez nehéz volt. Viszont utána
van a sportban egy valami olyasmi, mint hogy a trükkök egymásra épülnek, és hogyha valaki elsajátított már egyfajta mozgásformát, vagy egy tapasztalata van egyfajta forgással kapcsolatban, akkor arra könnyebben ráépít egy másikat. Én teljesen laikus kérdezem, itt a bringáknál is vannak egy különböző méretek, mert én látom, hogy nem vagy egy alacsony fickó, tehát hogy igen. Ez nem tudom, egy hátránya vagy előny ennél a sportnál. Ahogy általában így is, tehát az alacsonyabb emberek szebben néznek ki a biciklin, a kis biciklin így arányaiban. Viszont a magas emberek pedig valahogy könnyebben irányítják a kis biciklit. Mondjuk én azt mondom, hogy én pont a kettő között vagyok, így mégis az átlagnál nekem mindig egy kicsit nagyobb biciklim van, de inkább azért, mert én ezt így szeretem, és nekem így kényelmes. Nekem ez így pont jó. Beszéljünk akkor a versenyekről, hogy említetted, hogy Csille Bérce volt az első komolyabb, ami egy nagy lavinát indított el itt Magyarországon. Mi történt a folytatásban? Hol folytatódtak a versenyek? Hol voltak versenyek? Hol alakultak ki különböző klubok országszerte? Itt Pécsen mikor kezdődött el a flatland élet, vagy a BMX élet? Hát a 90-es évekből én csak legendákat tudok, hogy kik voltak itt a pécsi BMX nagyjai akkoriban, de azt hiszem, hogy az igazán nagy divatja, és tényleg szó szerint mondhatom, hogy divatja, az 2000 körül volt. Akkoriban az extrém sportok, ez az ilyen a gördeszka és a hozzá kapcsolódó szubkultúra a fiatalok körében olyan divattá vált, hogy ez az extrém sportokba bevonzotta az embereket. És annak idején a Pécset is nagyon jó volt a helyzet, így nekem, amikor elkezdtem, bőven volt kitől tanulnom, így legalább ilyen 20 BMX-es volt Pécsen, és annak idején a Pécset a BMX-esek között a legnépszerűbb volt a Flatland, ezt csinálták a legtöbben. Volt a városnak egy nagyon, nagyon jellegzetes, jó flatlandes, őt Kovács Evics Gábornak hívták. Azóta is sok hálával tartozunk neki, hogy belevitt minket a sportba, és ő tényleg nagyon, nagyon, hát nagyon jó biciklis is volt, meg nagyon fanatikus is volt, és ezt jó volt látni, hogy úgy példát lehetett róla venni fiatalként. Amíg beszélgettünk, a kedves nézőknek mondom egyébként, hogy bizonyára láthatnak ízelítőt ebből a sportágból, amíg mi itt a stúdióban beszélgetünk. Visszatérve egyébként ezekre a bizonyos edzésekre. Akkor nyilván még nem volt extrém pálya, meg nem nagyon voltak ilyen pályák, mint amik most vannak itt Pécsen. Hol tudtatok ti gyakorolni? Illetve mennyire volt legális ez, vagy mennyire volt szabad? Hát szerencsére sosem, vagy hát azt nem mondanám, hogy sosem, de így nem igazán kellett nekünk emiatt semmi féle illegalitásba menni. A Flatland az szerencsére egy olyan ága a BMX-nek, ahol így mi nem károsítjuk az utcákat, mint azok, akik esetleg ilyen csúszkálnak a korlátokon, meg a különféle szegélyeken, az tényleg egyesek a rongálásnak foghatják föl. A mi esetünkben ez nem áll fönt, és szerencsére így legalábbis amikor jó idő volt, akkor szinte mindig rendelkezésre állt valami olyan aszfaltpálya, amin tudtunk gyakorolni. Hát úgy nézett, hogy körétek gyűltek, és akkor néztek titeket, hogy gyakoroltak, mert ez egy érdekes látvány lehetett. Nekem nagyon, nagyon intim dolog, amikor gyakorlok. Nem, tehát így szeretek versenyezni, és így szeretek odajárni, meg nincs ellenemre az, hogyha nézik, hogy mit csinálok. Viszont amikor gyakorlok, akkor azt szeretem inkább egyedül csinálni. És hát ennek megfelelően is történt sokszor a számomra a helyválasztás, hogy hol edzek. És
Hát a legelején még Kertvárosban a nevelési központ mellett gyűlt össze, akkor tényleg mondhatom, hogy gyűlt össze a banda, és akkor ott voltak együtt ilyen nagy gyakorlások, tényleg hosszú órákon keresztül. Aztán a később a Pécset, a kereskedelmi szakközépiskolának a pályája az egy nagyon, nagyon alaposan viszintezett, jó minőségű aszfalttal rendelkező pálya volt akkor, és oda jártunk évekig. Aztán az a társaság egy kicsit fölbomlott, és akkor én elkezdtem még komolyabban foglalkozni, meg nagyon sok versenyre eljárni így a BMX-el, és hát azóta vegyes, hogy hol szoktam. Így mostanában a kedvenc pályám az a Rókus utca tetején, nemrég egy egész jó minőségű aszfalttal borították le azt a régi, így a köznyelven, vagy az emberek szóhasználatában dühöngőként ismert pályát. Aztán most a Jakab-hegyi kollégium mellett is leaszfaltozták a pályákat, hogyha az ember így flatlandezik, akkor egy kicsit úgy megismeri a városnak az ilyen adottságait. De mondjuk ott nem tudtok annyira elbújni, mert ez eléggé szem előtt van. Igen, most már azt mondom, hogy így mostani fejjel, így most már talán kicsit is jó, hogy szem előtt van, mert akkor legalább az is motivál, hogy ne azt lássák, hogy én ott esekkelek, hanem tényleg hogy valami jót tudjak csinálni. De azt gondolom, hogy át is alakult így nekem a sporthoz való hozzáállásom, és most ez így pont jó. Beszéljünk a sikerekről. Csillebércnek kezdtük, hogy az első verseny, aztán nyilván követte ezt még sok más, de neked mikor volt az első versenyed, amin részt vettél, és utána melyik volt az, amin sikereket is értél el? Az első versenyem az 2001-ben volt, nagyon-nagyon friss voltam még akkor, az a Velencei tó mellett került megrendezésre. Hányan voltatok ezen? Sokan indultunk ezen a versenyen, és a BMX versenyeken három kategória szokott lenni, és ennek megfelelően fogom elmesélni az én kis pályafutásomat is. Ugye van kezdő, haladó és profi kategória. Ezen az első versenyemen csak olyan haladó, meg profi kategória volt, és hát a haladóban indultam. Nem tudom, sokadik lettem. De akkor még kezdő voltál. De akkor tényleg így néhány hónapja műveltem csak. Aztán később, így következő évben, 2002-ben, addigra elkezdtem egy kicsit komolyabban venni, akkor már megnyertem a kezdő kategóriát, sőt, akkor már a haladó kategóriában is dobogós voltam a 2002 versenyén, és 2003-ban pedig már megnyertem a haladó kategóriát, és onnantól azóta gyakorlatilag végig profiban versenyzem, és már 2003-ban sikerült többször így dobogóra állnom profi kategóriában Magyarországon, és azóta, hát a mondjuk, hát így mondhatom, hogy a legtöbb verseny, ami Magyarországon nem indulok, így ott szoktam lenni a dobogón, és hát ennek azért örülök. Mikor voltak olyan időszakok, hogy inkább a második fokán álltam mindig a dobogónak, szerencsére sikerült többször is, vagy sokszor nyerni, de voltam harmadik is, így jó volt, jól teltek ezek az évek. Nemzetközi karrier? Nemzetközi karrierem 2003-ban kezdődött. Bocsánat, hogyha valakinek zavaró, aki ennyi évszámot használok. Így azzal párhuzamosan, hogy Magyarországon profi kategóriába léptem, ennek külföldön is megvannak a nemzetközi megfelelői, tehát van egy, csak külföldön nem kezdő haladó profinak, hanem expert, master és pro kategóriáknak nevezik. A 2003-ban azokban az időkben a legrangosabb külföldi verseny, nemzetközi verseny az Amsterdamban megrendezett Flatground verseny volt, ahol tényleg Amerikától elkezdve Japánig, az összes európai, tényleg rengeteg jó biciklis eljött, és akkor 2003-ban a
az sikerült megnyernem az expert kategóriát, ami hát hatalmas önbizalmat adott, és onnantól kezdve azért voltak mellett, lett egy támogatóm is, az OG Bike Company, és ők rengeteget segítettek utána a biciklikkel kapcsolatban, meg a versenyre való utazással kapcsolatban. Aztán 2004-2005-ben sikerült megnyernem a Master kategóriát is a legrangosabb világversenyen, a Flatgroundon, vagy egyik legnagyobbon, és az van az évben a világbajnokságon, bár egy kicsit lazább volt a mezőny, az nem sikerült olyan jó, akkor a világbajnokságon lettem negyedik helyezett Master kategóriában. Hát azért ott szerettem volna jobbat is. Vannak ilyen érzeteid akkor ezzel kapcsolatban? Igen, viszont ott jöttem rá, hogy nem szeretnék többet már Master kategóriába versenyezni, és így már nem ott a helyem, hanem onnantól kezdve profi kategóriában indultam. Hogy a profi kategóriában azért a világnak a legjobb biciklisei mellett nehezebb volt már labdába rugni, viszont voltam többször döntős, ami jól esett. Egyszer egy párizsi versenyen lettem, így hetedik. Sokszor használják ezt, hogy profi. Igen. Ez azt jelenti, hogy külföldiek esetében többnyire, hogy ők ténylegesen ebből élnek, illetve mi a helyzet veled? Vagy Magyarországon annyira? Profinak mondhattam magam, mert volt egy olyan szponzorom végig, aki nem csak alkatrészekkel, hanem az utazásnak a költségeivel és a nemzetközi versenyek nevezési díjával is tudott támogatni. Ez rendkívül sokat jelentett számomra, illetve az évek során volt egy cipő és ruha szponzorom is, ami szintén nagyon sokat számított, mert a BMX flatlandesek legalábbis azok három hetente elkoptatnak egy külső gumit, és hát így havonta, vagy két havonta tehát azok maximum két hónapot bír egy jobb minőségű cipő. Úgyhogy ez mindenképpen jó volt. Ami pedig a versenyeket illeti, ezek pénzdíjazásúak voltak, vagy miket lehetett nyerni? Hiszen azért mégis egy világkupa győztes, azt hiszem, hogy ilyen üres kézzel nem térhet haza. Hát igen. Onnan például egy hatalmas kupával, meg ott, mivel az nem profi kategória volt, ott hát ilyen rengeteg tárgyereménnyel tértem haza, ilyen két hátizsákkal, cipőkkel. Szerencsére így a szponzorok azok az ilyen versenyeket így szeretik támogatni. Egyébként az volt az eredeti kérdés, hogy ugye a profi biciklisek azok mennyire profi biciklisek, mennyire tudnak ebből megélni. Na most Magyarországon azt hiszem, hogy maroknyi ember tud megélni a BMX-ből, tehát a szabad stílusú BMX-ből magából sportolóként. A Flatlandből konkrétan Magyarországon egy ember van, aki meg tud élni, ő Kun Ádám. Ő nem tudom, 2010-ben lett világbajnoka a sportnak. Én időközben más fajta egzisztenciát kezdtem magamnak építeni. Idén júliusban avattak orvossá. Én most már ezzel foglalkozom. Így erre koncentrálok leginkább. Na, bringet akkor lecserél a cikére, vagy most akkor mi a helyzet? Nem, vagy azért megmarad azért a gyakorlás? Nem, megvan még a sport, nagyon szeretem továbbra is, sőt, így másfajta örömöt nyújt most, mint annak idején, amikor mindig egy újabb versenyre kellett talán kicsit görcsösebben készülni. Most is épp készülök egy versenyre, az szeptember 1-én lesz az Offline Sport Games nevű rendezvény, ami egy ilyen meghívásos profi extrém sportverseny. Az elmúlt években mindig sikerült fölállnom a dobogóra, és sőt volt két év, hogy egymás után elsőként. Ez egy nagyon nagy öröm volt, úgyhogy ezt nem szeretném kihagyni. Idénről is van már így egy profi kategóriás második helyezésem. Szóval megy még a sport, csinálom,
de most már inkább arra koncentrálok, hogy élvezem, és nagyon drukkolok a következő generációnak, hogy érjen be minket, akik mi annak idején úgy kicsit elhúztunk a haladó mezőnytől, meg az ifjabbaktól. Most azért ő nekik kezd beérni a munka gyümölcse, most már ők is egyre komolyabb versenyfutamokat össze tudnak rakni. Na, körülbelül hányan vannak, kik ők, milyen esélyekkel indulnak ezeken a versenyeken, illetve amikor ugye beszéltünk még a beszélgetésünk elején, hogy voltak nagyok, akiktől te is tanultál, hogy most vannak olyan fiatalok, akiknek bizony te vagy az idol, és hogy szeretnének olyanok lenni, mint te? Így, hát az a helyzet, hogy biztos, hogy vannak. Most tegyük fél a szerénységet. Biztos, hogy vannak, voltak, tehát hogy így néhányról tudtam, néhányról nem, és hát azt mondom, hogy szívesen foglalkoznék olyan elszánt srácokkal, akik ezzel szeretnének foglalkozni, de tudni kell a BMX Flatlandről, hogy ahhoz tényleg nagyon nagy elszántság kell, hogy valaki képes legyen akár minden nap, vagy minden másnap hosszú órákat arra fordítani, hogy trükköket tanuljon meg a kis biciklin. Nekem rengeteg örömöt jelentett, de szóval ebben nagyon nehéz beleszokni. Sokan elkezdik, és hát így sokan abba is hagyják. Én azt mondom, hogy 8 ember közül, aki elkezdi, marad egy, akiből viszont tényleg olyan sportoló lesz, aki megtanulja ezt élvezni, és örömét leli benne. Világért sem szeretném elriasztani a fiatalokat ettől a sporttól, de hát nyilván az örömök mellett azért voltak kisebb sérülések, ficamok, vagy egy mozdulat esetleg nem úgy jött össze. Mennyire volt jellemző a pályafutásodra így a sérülés? Szerencsére mondhatom, hogy így a magyarországi flatlandesek között az egyik legbiztonságosabb sportoló vagyok. Így nem szoktam összetörni se a biciklijeimet, se magamat, és a eddigi legkomolyabb sérülésem, hát két komolyabb esésem volt, mind a kétszer ugyanabból a trükkből. Nem egy nehéz trükk, csak valahogy el lehet esni belőle ilyen buta módon. És hát egyszer bele kellett rakni 3 varratot az államba, mert azt így kicsit oda vágtam. És hát idén sikerült egy hasonló testem. Nem tudom, én így megmaradt a heg a kezemen, és nem tudom, én látszik, de egyébként olyan törésem sosem volt. A lábszáramon a bőr az nem feltétlenül olyan, mint neked, vagy az átlag embernek, az párszor le lett nyúzva, de így egyébként semmi. És mondtad, hogy annyira már nem belefolyni ebbe a versenysportba, de azért a neved megye tovább ebben a flatland sportágban, értem az alatt azt, hogy van esetleg olyan trükk, vagy bármilyen megmozdulás, amit esetleg rólad neveztek el, vagy te fejlesztetted tökélyre, van-e ilyen? Természetesen van, vagyis szerencsére ezt mondhatom. A flatlandben, a versenyeken is az egyik legfontosabb dolog, hogy valaki olyan figurákat tudjon mutatni, amiket ő talált ki. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek van egy olyan póza biciklin, ahol csak ő tud pörögni. Inkább azt jelenti, hogy úgy tudja kombinálni a különböző pörgéseket, forgásokat, ahogy senki más. És ehhez bizony nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ötleteket gyűjtsön az ember, hogy mégis hogyan tudna egy olyan kombinációval előállni, ami jól is néz ki, még nem csinálta senki, nem is olyan nehéz, hogy ne lehessen begyakorolni versenyre, mégis olyan, hogy az emberekben mély nyomot hagy, hogy hűha, ez azért valami nagy volt, és hát így gimnáziumban nem kevés órát bambultam végig, csak a flatlanden gondolkodva. És született is több egyéni trükköm, amik
számomra, így annak idején így valamennyi hírnevet hoztak, így Magyarországon is, meg külföldön is ezek a trükkök elég elismertek lettek, ennek nagyon örültem. Tehát van most egy Európában van valahol egy verseny, és ott van egy trükk, és akkor azt mondják, hogy ez a Sarlós Peti forgás, ez egész jó volt? Tehát van ilyen? Előfordul? Hát így nyilván nem fogják nevén nevezni. Veled azonosítják a trükköt? Nem fogják nevén nevezni, de azt azért sokan tudják, hogy nem tudom én, azt a bizonyos beugrást abba a pörgésbe, azt én csináltam meg először, uh-huh. és azt azért nem csinálja más. Uh-huh. És a magyar BMX-esek, én azt mondom, hogy ebben nagyon élen járnak. Mind, aki korábban említettem a Magyarországon, aki most a legjobb, a Kunádám, ő is azért lett jó, mert nagyon sok egyedi trükkje volt, és én is ezt a pályát igyekeztem követni, és valamennyire sikerült is. Tegyük félre most egy gondolat erejéig a sportot. Mondtad, hogy orvos leszel, vagy már vagy. Milyen orvos pontosan? Hát én most általános orvos vagyok, az azt jelenti, hogy befejeztem a graduális 6 éves képzést itt a Pécsi Tudományegyetemen. A továbbiakban itt most a szeptembertől PhD hallgatóként fogok dolgozni az elméleti orvostudományok iskolájánál. A hosszú távú tervem az, hogy urológus szeretnék lenni. Hát sok sikert ehhez, és akkor sok sikert, ha még megmarad a Flatland, természetesen. Ehhez is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél nekünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Sportré. Remélem, hogy most már kívülről fújják, hogy legközelebb Sportréval jövő héten kedden várom Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra.